Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Múltidéző, ezt a címet adtam a mai beszélgetésnek, korántsem véletlenül, hiszen ahogy már beszámoltunk róla a Paletta magazinban és a Híradónkban is, Horváth Hella kiállításának címéről beszélünk. Tehát vendégem Horváth Hella. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szeretettel köszöntöm. Hát ez valóban múltidéző, mert én azt gondolom, hogy jószerivel egész Székesfehérvár ismert téged és szeret téged, ezt már számtalanszor megtapasztaltuk különböző találkozókon. Viszont egy olyan életút a tiéd, ami azt hiszem, hogy példaértékű, hogy ki, miként, milyen indítatásból talál magának hivatást, és mi mindent tesz a nehéz időkben is, erről is szó kell, hogy essék. No, hát először is egy tőzsgyökeres székesfehérvárú ifjú hölgyről kell, hogy beszéljünk, aki a Vasváriban végzett. Viszont nagyon-nagyon fontos, hogy már az első pillanattól kezdve megérintett téged a képzőművészet is. Igen, valóban így van. Hát azért én egy nagyon-nagyon visszafogott, nagyon csendes kislány voltam. Megszólalni sem nagyon mertem sok szituációban. Ahhoz képest azért most már egészen más személyiségé váltam, viszont a humor mindig is jellemző volt a világomra, a gondolkodásomra, a körülöttem lévő életemre. Akkor, amikor a Vasvári Pál Gimnáziumban tanultam, azért ez egy meghatározó, szép élmény marad. Ott is nagyon fontos szerepe volt a humornak, a barátnőimnek, akikkel a mai napig tartjuk a kapcsolatot, illetve egy nagyon fontos állomása volt az életemnek abból a szempontból is, hogy akkor ott még volt könyvtárfakultáció, és én ott ezt elvégeztem, így a munkámhoz az indítatást igazából már ott a középiskolában megkaptam. Tehát az már egy végzettség volt, tehát az első pillanattól kezdve azért helyek közel tudtad, hogy mit szeretnél a későbbiekben csinálni, de én meglepetéssel fedeztem fel az életrajzodban azt a kicsi kitérőt, ami a hit felé vitt. Hittel élő családban nőttél fel? Nem. Tehát a mi életünkben nem volt szerepe, illetve jelentősége a hitnek. Én magamtól kezdtem el ezt az utat keresni, kutatni a kíváncsiság vezérelt. Abban az iskolában, amit én végeztem, ott teljes mértékben tiszteletben tartották mindenkinek a szemléletét, a gondolkodásmódját, a világnézetét, Istenről alkotott fogalmait, tehát nem kényszerítettek ránk semmiféle szertartást vagy bármit. Itt egész egyszerűen azt tanították meg, hogy hogyan lehet értőn olvasni a Bibliát, hogyan lehet a hit felé, ugye a hit az nem a megértésen alapul, de vannak olyan részek, amelyeknek fontos eleme a racionális elme számára az alátámasztás, akár a régészeti kutatások, stb. Ilyesmit tanultunk, illetve művészettörténeti elemek Igen. is voltak. Tehát ez a Skola Scriptura lelkészképző és teológiai főiskola volt, és bibliaoktatóként végeztél. Óriási tanáraim voltak, például Reisinger János nevét, hogyha kiemeljük, talán őt többen is ismerik. Fantasztikus élmény volt, és valóban tiszteletben tartották mindenkinek a szemléletét, engem ugye a kíváncsiság vezérelt arra felé, és én igazából ott mélyedtem el egy kicsit abban, hogy más is létezik, mint az a világ, amelyet mi csak látunk. De aztán nem lettem a szószoros értelmében vallásos, vagy pedig egyháznak tagja, viszont van egy megalapozott biztos hitem, amely más forrásokból is táplálkozik. Tehát ez elkísér a máig. Ez sokat segített a későbbiekben, amikor krízis helyzetekbe kerültél, hiszen nyilván ez óhatatlanul is előfordul. Azt gondolom, hogy nem abban az értelemben, ahogy sokan ezt gondolják, hanem az életemet mindig is meghatározta az a szemlélet, hogy hozzuk ki a legrosszabbból, illetve abból, ami van, a legjobbat, és ehhez én kaptam, el kell fogadnunk azt, hogy olyan segítséget, amely biztos, hogy nem e világi. És ezek mind-mind megerősítették bennem azt, hogy kell, hogy legyen valami. És amikor ez az életem, ahogy alakult, ugye ez egy óriási önismereti útként is apostrofálható már, így visszatekintve, a spirituális világ felé, ahogy elkezdtem kacsingatni, minden csak megerősített abban a hitben, amely bennem él. Viszont hogy kerültél közel az origamihoz? Hiszen ez arra az időszakra tehető, amikor megismerkedtél vele, és utána ez meg is maradt.
Igen. Tehát ez a kettősség, az origami egy olyan különleges művészeti ág, én azt hiszem, amit mindenki szeret, viszont elkötelezettséget kíván. Mindenféleképpen. Szakmai alázatot mindenképpen. Így van, ráadásul én egy különleges területével foglalkozom az origaminak. Ugyanúgy hajtogattam én is csákót, meg vitorláshajót, és nagyjából ennyi volt az origami tudásom gyerekként. Viszont amikor a középiskolát, a főiskolát végeztem, akkor találkoztam az ezer papír technikával. Ezt úgy kell elképzelni, mint ahogy a legóból felépítünk egy szép figurát. Itt is apró kis picike elemekből kell felépíteni azt a motivumot, amit szeretnénk. Ez egy térbeli háromdimenziós alkotás, csipkeszerű csodák. Ez volt az első, amivel én úgy komolyabban elkezdtem foglalkozni, de ez az időszak nem tartott sokáig, mert a Magyar Origami Körnek lettem tagja, és ott találkoztam a mostani mesteremmel, akivel én már közel 10 éve dolgozunk együtt, vagy tanulok tőle, Somos Endrével, aki az origami tesszalációkkal foglalkozik. Ez egy nyugati irányzata az origaminak, tehát nem a hagyományos japán vonal. Itt az egésznek a lényege az, hogy van egyetlen egy nagy papírlap, amit sok egy apró kis előhajtás után a vonalak kiemelésével fogunk akár térbeli, akár sík alkotássá tenni. Mozaik hatású a kép, rendkívül összetett, illetve ami nagyon-nagyon izgalmas benne, ugye ez egy erős logikai játék is, hogy tehát az egész, ez felépül, elindul középről egy motívum kifelé, és ugyanezt a logikai irányt kell megfordítva felépíteni ahhoz, hogy azt az egy motívumot többször rá tudjuk tenni a papírra. Ez egy hihetetlen izgalmas játék. Nagyon szeretem ezt a kreativitást és logikát, ami ebben van, és hát ugye végtelen lehetőség van benne, én ebbe az irányba indultam el. Az országban 4-en hajtogattuk ezt a technikát, illetve hát ugye most már nemzetközi szinten is van egy-két olyan munkám, ami ismert. Tehát ez eleve elrendelés volt, ha úgy tetszik, ha így visszatekintünk. Azt gondolom, hogy egy határozott terelgetést érezhetek az életemben, ez ebbe az irányba így van. Viszont menjünk el egy kicsit Bajára, hiszen az fontos szerepet játszott az életedben, hiszen végül is megerősítetted, hogy a könyvtár lesz a te életednek a másik fele, ha úgy tetszik. Így van. Könyvtárosként dolgozni, az egy fantasztikus élmény, tehát az egy lélekből fakadó elhivatottság, én azt gondolom, hogyha valaki valóban teljes szívvel teszi a munkáját. Összetett feladat, én azt szerettem nagyon, soha nem tudtam elképzelni magam egy íróasztal mögött napi 8 órába. Én nem ez a típus vagyok. Én azt a kreativitást szerettem, ami szintén a könyvtárban adott, hiszen ott foglalkozni kellett olvasókkal, rendezvényeket szervezni, gyerekfoglalkozásokat szervezni. Az olvasóknak is rendkívül változatos igényei voltak, hogy milyen témában szeretnének, akár történelem, akár fizika, akár matematika, akár szépirodalom. Tehát mindenben otthon kellett egy icipicit lennünk ahhoz, hogy hitelesen tudjunk tájékoztatni. És nagyon-nagyon izgalmas volt belemerülni ebbe a világba. Folyamatosan új és új ismereteket fel kellett felszedni, viszont én a hagyományos értelemben nem az a típusú könyvtáros voltam, aki a szakirodalmat folyamatosan olvasta és ebbe az irányba fejlődött. Én sokkal inkább az emberek, az emberi kapcsolatok irányába váltam nyitottá. Azt gondolom ez is egyfajta terelgetés volt. Igen, hát ez a fenntartható fejlődés záloga, mondom én. Igen. Hiszen azért a könyvtár fontos szerepet játszik az életünkben, bármennyire is felgyorsult a világ. Igen. És ugye 1990-ben, bár előtte is könyvtárosként dolgoztál, de a rendszerváltást követően már a Vörösmarty könyvtárban talált téged a sors, a jó sors, teszem Igen. hozzá, és a mi jó sorsunk. Hiszen előbb az olvasószolgálatnál dolgoztál. Az olvasószolgálat is egy különleges lehetőséget biztosít egy elhivatott könyvtárosnak, mondom én. Igen, és ahogy én a korábbi mondataimban említettem, egy nagyon visszafogott személyiség voltam, tehát ez a megszólalni majd, hogy nem alig mertem, és én a könyvtárban virágoztam ki, tehát én nekem ott tanultam meg az olvasók kedvessége, beszélgetései, a kollégáknak az inspirációi által azt, hogy hogyan lehet kommunikálni, ez egész odáig sikerült, hogy a kommunikációs csoportvezetőjévé váltam még a betegségem előtt. De ez kivételes lehetőség a kiteljesedésre, mondom én.
hiszen akkoriban megszokhattuk, hiszen előtte is már gyakorta jártunk könyvtárba, hogy megélénkült a történet. Minden egyes kicsi könyvtár, mert azért valljuk meg, hogy a szakkönyvtárokon túl a fontos számunkra, a Budai út, a Tolnai út, nem sorolom. Az olvasóterem programjai, egyre inkább nőtt az igény is a fehérvári olvasók körében erre, másik oldalról pedig azt láttuk, hogy a Budai út pedig elkezdett szárnyalni. És ez nagyon jó, hogy közvetlen találkozások lehetőségét biztosítottátok írókkal, beszélgetés keretében egy kicsit elmélyülni. Hiszen önmagában a könyv egy csoda, az kétségtelen, bár tudom, hogy egyre kevesebben olvasnak, bár lehet, hogy ez sem igaz már, de a fiatalokat azért bevonza, ha valami programhoz kötődik a könyv. Igen, és nekünk remek lehetőségünk volt arra, hogy sokszínű programokat szervezzünk. Az én gondolatmenetem az az volt, hogy egy kicsit próbáljunk meg az embereknek többet adni, mint ami egy könyvtárnak a keretein belül megszokott. Tehát író-olvasó találkozókon kívül mi elkezdtünk olyan rendezvényeket szervezni, ahol fiatal fotós tehetségeknek a munkáit mutattuk be. Erre, ezekre az alkotásokra, illetve kiállításokra szerveztünk óvodai, iskolai, középiskolai csoportokat. Szenzációs élmény volt, amikor középiskolás diákok visszajöttek egy-egy kiállítás után, és konkrétan elkezdtek könyveket keresni, hiszen addig esetleg nem is nagyon voltak nálunk. Illetve önismereti, önfejlesztő előadásokat kezdtünk el szervezni, amire hihetetlen igény volt. Nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt a fajta beszélgetés sorozatot el tudtuk indítani. Idővel, ugye, ahogy a vírus helyzetbe köszöntött, vált megerősítésé számomra, hogy nagyon nagy szükség volt ezekre az estekre, hiszen a mai napig kapok visszajelzéseket, hogy milyen sokat jelentett egy-egy beszélgetés, és hogy mennyire visszacsengett az embereknek azokban az időszakokban, amikor szükség volt valami lelki megerősítésre. Buta kérdés, de miként választ egy elismert könyvtáros magának stílust a könyvekben, a könyvek megismerésében, és melyek azok a szerzők, amelyek tovább visznek? Hiszen nyilvánvaló, hogy mindent egy könyvtárban dolgozó, bármennyire is szeret olvasni, sem jut el. Nagyon-nagyon nyitottnak kell lenni, rugalmasnak kell lenni. Tehát elsősorban ugye azért nekünk is megvan a saját érdeklődési körünk. A saját érdeklődési körünkben, amit lehet, ugye az ember elolvas, amire ideje van. Azon kívül ugye vannak olyan könyvek, amelyeket jó ismerni ahhoz, hogy tájékoztatni tudjunk. Tehát esetleg az adott frissen megjelent kortárs irodalom, sikerkönyvek, ezeket is jó, hogyha az ember ismeri. Aztán ugye nekünk is ajánlanak olvasók, és ez egy annyira jó élmény, amikor határozottan oda jönnek, hogy segítsünk választani, ajánljunk valamit, mert mindig olyan jó könyveket szoktunk adni, és cserébe ők is ajánlanak valamit, és nagyon-nagyon jó dolog, amikor így szépen dinamikusan az ember látóköre is szélesedik, hiszen olyasmit is elolvas, amit egyébként nem biztos, hogy magától választott. Fontos, amit mondtál, mert meggyőződésem, hogy a könyvtár közösségteremtő erő. Egyrészt kifelé, tehát az olvasók körében is, másrészt pedig akkor működik jól egy könyvtár, ha csapatot alkotnak a könyvtárosok. Igen. És azt hiszem, hogy a te segítségeddel ez megtörtént mindenütt. Nagyon-nagyon jó kis csapat volt, így van valóban, vagy hát csapat még most is, csak már ugye én nem vagyok sajnos a tagja. Illetve ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, mivel kis könyvtárban dolgoztunk, azzal az óriási lehetőséggel élhettünk, hogy nekünk személyes kapcsolatok kialakítására volt módunk az olvasókkal. Tehát mi megszólíthattuk őket, beszélgetésbe kezdeményezhettünk, és igényelték az olvasók. Várták, hogy ajánljuk a könyveket, gyerekek és idősebbek is. És egy nagyon jó kis dinamikus élet alakult ki. Ennek nagyon jó volt részese lenni. Tehát ez egy kis könyvtárnak egy óriási élménye. Igen, hát a bensőséges hangulatnak nincs párja, bárhol is. Igen. Tehát remekül működött minden. Viszont térjünk vissza egy kicsit az origamihoz még, hiszen ez párhuzamosan zajlott a művészeti életeddel. Észlelted, hogy egyre inkább ismert és elismert vagy képzőművészként is? Hiszen ez bizonyosan így volt, hiszen mi is számos kiállításodon jártunk, és
egyre többen voltak. Igazából én ezt két dolognak tudom be. Az egyik, hogy egy fenti segítséget biztos vagyok benne, hogy kapok ebben, vagy kaptam ebben. A másik pedig volt egy olyan kollégám, aki képzőművész, és ő volt az, aki az első meghajtogatott munkáimra azt mondta, hogy jaj, ezek annyira szépek, annyira különlegesek, hogy meg kell mutatni. És hát olyan, mondom, kiállítás, de hát én, meg hát hol, meg hogyan, és hát így született meg az első kiállítás a Budai úti tagkönyvtárban, ami a kollégáim biztatására szerveződött meg, és egy nagyon-nagyon jó visszhangú kiállítás volt, és onnantól kezdve gyakorlatilag egyik bemutatkozási lehetőség adta a másikat, illetve a Magyar Origami Kör keretén belül is most a művészeti szekciónak vagyok vezetője, ott is alakultak úgy a körülmények, hogy országos vándorkiállításnak is alkotója lettem, nemzetközi kiállításokon is voltam, illetve a hazai kiállítások is így eljuthattak kisvárosunkon kívül más településekre is, Budapesttől kezdve számtalan helyre. És örömmel vettük, hiszen az értesítéseket mi is megkaptuk, és elkezdtél szárnyalni. És ez szó szerint is igaz, mert most jön az életednek egy másik nagyon-nagyon fontos része, a Vadmadár Kórház. Én azt hiszem, hogy a Berkényi Tamás missziója megérint mindenkit. Hiszen a madarakat általában szeretik. De az, hogy valaki olyan szinten áll a segítők közé, mint te magad, az ritkaság. Tehát ez egyfajta misszió részedről is. Mindig is szerettem a madarakat. A titkos vágyam volt, hogy állatorvos lehessek, de ez nem valósult meg, ez nem jött össze. Nem volt akkor olyan túlerős a hátsó segítség ahhoz, hogy én egy állatorvostudományi egyetemre el tudjak menni, de valószínűleg nem így volt az élettervemben összeállítva. Viszont amikor Berkényi Tamás doktor úrral találkoztam, aki a 25 éve működő Vadmadár Kórházat alapította, ott kiteljesedhettem. Egyrészt találtam valakit, aki éppen olyan szenvedéllyel foglalkozik a madarakkal, mint amilyen szenvedéllyel én foglalkoztam vele, vagy szerettem is volna mindig is madarakkal foglalkozni, illetve az ő személyisége egy olyan magával ragadó, példaértékű személyiség, akit az ember tényleg szívvel, lélekkel tud követni. Nagyon-nagyon hálás voltam, hogy segítséget adhattam a munkámmal abba, amit ő csinál, és egyre több feladatban vehettem részt, és hát innentől kezdve tényleg egy szoros együttműködéssé vált. Én a háttérben segítettem mindig is, amit tudtam. Amiért én végtelenül hálás vagyok, hogy ebben az állapotomban, amiben most vagyok, is segítségére lehetek. Jóval kevésbé tudok részt venni bármiben, de azért amiben tudok, abban igyekszem ott lenni. Tehát kell egy meghatározó, inspiráló személyiség szerintem ahhoz, hogy valaki hosszú távon megmaradjon egy önkéntes munkában. Berkényi Tamás doktor úr viszont maximálisan ilyen személyiség. Így van, ezt tapasztaltuk nemrégiben, amiről szintén beszámoltunk, a Köfélművelődési Házban megrendezett kiállítás, és nagyon jó, meg a Vadmadár Kórház megújulása. Ez a kettő kézen fogva jár, ez egy csoda. És azért ott jó volt körülnézni, hogy meg annyi önkéntes segítő milyen remek kapcsolatot ápol egymással és a kívülállókkal. Mert azt hiszem, hogy így lehet meggyőzni az embereket, hogy érdemes segítőnek lenni bármilyen szinten. Viszont az imént említetted, és megérkeztünk 2019-hez, amikor jött az a betegséged. Ugye ez egy felső légúti betegség volt. Ettől a pillanattól kezdve teljesen megváltozott az életed. Teljesen megváltozott az életem, de én igyekszem ebben is megtalálni azt az áldást, ami található benne, másként látni a világot. Kénytelen voltam ahhoz, hogy valóban talpra tudjak állni lelkileg, azért ez egy óriási nehéz dolog is lehetne. De ha egy kicsit másként nézzük a világot, ha egy kicsit másként nézzük azt az állapotot, amiben vagyunk, és ez nem biztos, hogy most az én betegségemre vonatkozik, hanem bárkire, aki valamilyen nehézséggel küzd, mindig azt kell megnézni, hogy az adott helyzet, az adott feladat, az mire tanít. Mi az, amit mutat nekünk, illetve mi az, amit a legjobbat lehet abból a helyzetből kihozni. Nyilván voltak nehéz napjaid, hiszen az első pillanatban úgy tűnt, hogy teljes egészében lebénulsz. Igen. Aztán azért nyilvánvaló, hogy az orvostudománya segít, most is bottal jársz, nem titok.
de mennyit változott az életed? Gyökeresen megváltozott. Meg ez néha sokaknál ugye krízis helyzetet okoz, másoknál pedig azért megerősít lélekben mindenképpen, hiszen tapasztalja, hogy rendkívül sok ember figyel ránk, és hogy olyan szeretet vesz körül. De hát az eddig is így volt, csak most kicsit másként. Nyilván a segítő szándék az kicsit más mindig. Fantasztikus megtapasztalni azt, hogy a munkám során kialakított kapcsolatok azok most hogyan érnek be. Tehát amikor korábbi olvasóink felhívnak, összefutok velük bárhol az utcán, rendezvényeken, milyen szeretettel fogadnak, és ez egy olyan lelki erőt ad, egy olyan inspirációt arra, hogy semmit nem szabad feladni. Én most kezdem ezt a szeretetet, hogy mondjam, úgy igazán átélni. Tehát érzi az ember, de igen, tehát meg kell tanulnunk olyan dolgokat is másként észrevenni, ami addig természetes volt. Tehát én ott éltem egy olyan közegben, amelyben tényleg szárnyalni tudtam, és sokan jöttek velem, sok embernek tudtunk valamit nyújtani. Azt gondolom, hogy ez nem egyes számrám vonatkozik, hanem a kis társaságra, a kis csapatra, akikkel dolgoztam, hiszen a kollégáim nélkül nem lehetett volna semmit sem megvalósítani. Tehát olyasmit hoztunk létre, ami hozta magával az embereket, és hogy ők most emlékeznek rám, hogy ez nem csak egy munka volt, ez egy fantasztikus élmény. Ezt most én érzem. Igen, de hát ez a virtuális szárnyalás folytatódik a művészetben mindenképpen, hiszen most is egy olyan kiállításról kell, hogy beszéljünk, ami azt hiszem, hogy egészen kivételes. Ugye a múlt idéző után most ismét egy olyan tárlatra várunk, ami azt mondom, hogy megmutatja, hogy mitől szép a valami. És annyira félek. Igazság szerint ugye az origamit nem tudom jelenleg csinálni. Egy speciális papírral dolgozom, amelyik kicsit keményebb, mint a hagyományos papír, és egyelőre a kezeimmel még az alkotásnak ez a formája nehézségekbe ütközik, ezért tanítani sem tudok sajnos. Viszont az alkotás vágya az bennem él, az önkifejezés, a valamit létrehozni, valami szépet alkotni, ez bennem él. Így a PowerPoint technikával, egy szobrász technikával kezdtem el ismerkedni. Addig, amíg az sem ment igazán szintén az állapotom miatt, kezdtem el egy kicsit kacérkodni a festészettel olyan szempontból, hogy egy kicsit a színharmóniát ismerni, ecsetkezeléssel ügyeskedni, illetve hát, hogyha lefogom a kezemet, akkor az ecsetet is tudom valamilyen szinten használni. Így születtek meg az első képeim. Minden különösebb bemutatkozási vágy nélkül. Viszont a közösségi médiában olyan lelkesedéssel fogadták az emberek a munkáimat, hogy olyan kérések voltak, hogy megszerveződött az első kiállítás. Nagyon izgulok, méghozzá azért, mert én tudom, hogy nem vagyok festő. Tudom, hogy technikailag, hát még csak fél év áll a hátam mögött. Tehát igazából én nagyon kezdő vagyok. De pont egy kedves barátom nyugtatott meg azzal, hogy amikor én ezeket a képeimet bemutatom, akkor senki nem a festő tehetségemre kíváncsi, hanem arra az önismereti útra, arra a szárnypróbálgatásra, arra a küzdelemre, illetve arra a módra, ahogy én egy utat próbálok mutatni másoknak is, hogy egy nehéz helyzetből ki lehet jönni. Ha fizikailag nem, akkor lelkileg tudunk magunkon sokat segíteni, és a kis írásaim, amik a képeket kísérik, szintén ezt támasztják alá. Bízom benne, hogy majd mindenki ilyen szeretettel fogja fogadni a képeket, és nem a festő énemet akarja látni, hanem tényleg ezt a szánypróbálgatást, azt az üzenetet venni, amit a képeim közvetítenek. Igen, nekünk is Horváth Hellára van szükségünk, a könyvtárosra, a képzőművészre, Horváth Hellára így egészben, hiszen azért ne titkoljuk el, példa vagy és példakép. Nagyon sok mindenkinek. Köszönöm. Vannak már terveid, hogyan tovább csodálkoznék, ha nem? Vannak. Vannak, természetesen vannak. A prioritás az mindenféleképpen a gyógyulásom. Ez határoz meg mindent. Az edzések, kezelések azért nagyon kimerítőek. Azokon a napokon, amelyeken
edzéseim vannak, ott nem is mindig tudok alkotni, annyira kimerülök. Jóval kevesebbet bírok fizikailag, mint korábban, de nem baj, mert ez is egy olyan állomás, amit végig kell csinálni, és meg kell tapasztalni. Viszont így, ahogy festegetek közben, olyan témákra bukkantam, amelyek nagyon-nagyon foglalkoztatják a fantáziámat, úgyhogy most lesz egy olyan sorozat, amely témájában nagyon-nagyon egyben lesz, különböző aspektusokból fog bemutatni, különböző, jó, elárulom, madaras téma lesz, különböző madarakat. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas lesz. Nem az a játékos vonal, amelyet a mostani kiállításomon lehet majd látni, hiszen én a kreativitás mellett egy kicsit a humort, a játékosságot is szeretném közvetíteni, hogy ne vegyünk annyira komolyan bármit is. A betegségemet sem tudom annyira komolyan venni, mint amennyire kellene. Ha komolyan venném, akkor nem tudnék itt ülni és mosolyogva beszélni róla. A képeim is ezt a játékosságot, ezt a vidámságot próbálják közvetíteni, az új témámban pedig majd a madarak lesznek még hangsúlyosabbak, mint most. Nos, hát akkor ehhez kívánunk sok erőt, gyógyulj, szükségünk van rád, és hát szárnyalj, mint a madaraid. Nincs kétségem felőle, hogy ez így fog történni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Horváth Hella volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!